Az én szívemhez igazából, ami közel áll, az az, amit egyelőre mégiscsak a menükártyán látnak, de reméljük, hogy majd meg is fogjuk kóstolni. Ez a magyar ízvilág. Rákóczi Ferenccel a Népszerű Rádióssal találkozhattak a gasztronómia szerelmesei a Hévízi Brix Bistróban. Az idei évtől rendszeresen tartanak vacsoraesteket, ahová olyan sztárokat hívnak, akik népszerűek hazánkban és a gasztronómiában is érdekeltek. A programsorozat keretein belül Vossala Rozinával és Giannival is találkozhattak már a bisztró vendégei. Mi azt láttuk, hogy Hévízen talán egy picit hiányzik egy gasztronómiai esemény, és szerettünk volna olyan embereket is meghívni ide, amik talán itt újdonságnak számítanak, és abszolút a hévízi közönséget céloztuk ezekkel az estekkel meg. Az ősz első házigazdája Rákóczi Feri a hazai magyaros ízvilág felé kalauzolta a vendégeket. A műsorvezető gyermekkora óta rendszeresen fakan alatt ragad. Otthon is ő főz, sőt, egy étterem tulajdonosa is. Az új ételek megismerése, új receptek kipróbálása, ahogy fogalmazott, komplex érzést nyújt számára. A gasztronómiai utak szerelmese akár belföldön, akár külföldön. A menüsort a sztárvendég és a Brix Bistró séfje Csécsényi Zoltán közösen találták ki. Én nagyon szeretem az olasz konyhát, nagyon szeretem a távol-keleti konyhát, de a legjobban a magyar konyhát szeretem, mert hogy ugye én Békés-megyei gyerek vagyok, jó ételekkel nőttünk föl, és ennek az országnak van egy csomó olyan csodája, amit szerintem kár lenne elhagyni, és akkor még azon is gondolkodtam, hogy ha már itt Hévíz, akkor mi az, amire így a megye büszke lehet, az a vad meg a gomba, akkor azt mindenféleképpen tegyük bele, és akkor így alakítottuk ki közösen, beszéltünk hosszú órákat, hogy győzködtük egymást, hogy az ilyen legyen, olyan legyen. A különleges hatfogásos menüsor kóstolása közben a résztvevőknek lehetőségük nyílt közvetlen beszélgetésre is a műsorvezetővel. A jó kedv, miként reggeli rádió műsorában is természetesen garantált volt az est folyamán. A következő vacsora este november 9-én Sárközi Ákossal, a Michelin csillagos magyar séffel találkozhatnak a gasztronómia kedvelők.